Üdvözöljük kedves nézőinket a Kifőzte soron következő műsorán. Ma nem mást fogunk készíteni, mint töltött káposztát 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 féleképpen. Miért is akarjuk ezt a töltött káposztát, Sándor? Ugye egyrészt azért, mert szabolcsiak vagyunk, de ez mégsem igazán szabolcs. Csi, mármint ez a fajtája. Hát az, mi készítjük, az alap lesz, szezonális, mert ugye már most nagy a torma, gyönyörű tormalevelek vannak. Elnézést, Konyári Sándor, Huszár Tibor. Meg én. Meg te. Meg én. Szóval, meg akarjuk mutatni szabolcsi káposztát a nagyvilágnak. De mégsem úgy, ahogy megszokták itt. Igen, mert hogyha egy hagyományos szabolcsi töltött káposztát teszek egy szakács olimpián, nézzek rá, hogy vajon ez mi? Vagy honnan, vagy hasonló? Honnan szerezte ezt, igen. Se kinézetben, se állagban, meg hasonlókban nem ezt várják el tőlünk, de az alaphelyzet már pedig ugyanaz lesz, mert káposzta, magvak, paradicsomos, tejföl. Minden ugyanaz lesz, csak mégis mindenből más lesz. Teljesen más lesz. Tehát édesapám biztos megvert volna, azt mondtam volna, hogy paradicsomból spagettit csinálok, vagy a tejfölből, mikor azt mondta, hogy már a lekváros csirke is hülyeség, fiam, és a mai világban pedig már nem az. Na szóval, amilyen itt integettem, ez friss tormalevél. Ezt egy kicsit leplansírozzuk. De addig beszéltek ti is valamit, jó? Tehát én csinálom akkor a hagyományos módszerrel, ezzel az 50%, hát nem is 50, inkább 60% birka, 40% sertéshús. Az alap ugyanaz lesz, megvárom, amíg te bekevered az alaptölteléket, hogy ne érje szó a házalét, hogy mi nem azt csináljuk. Ez nem csíra, nem mag. Lényegében mag. Ez egy kinoa. Hú, de csúnyán beszél. Így van. Szóval már ez sem szabolcsi. Hát, igen, de hát a töltőkáposztának van ezerféle változata, az alaprizsestől, a kölesestől kezdve a... Birkásig, mindenféle húsra. Nem, a magvakról beszélek. Ettem már úgy, hogy tarhonyával is. Tarhonyát pirítanak gabona helyett bele, mert nagyon sokféle változata van. Ennél több nem fél bele. Próbálunk az egészséges táplálkozás felé is haladni egy picikét, a szezonítás, a friss torma. Illetve az is elvárás, hogy minden új anyag legyen. Így van. Benne. Nagyon jó. És ez világszinten eléggé felkapott nyersanyag. Ez majd chips lesz, az nem az én dolgom lesz. Akkor fokhagyma, hús, mag, vak. Figyeljetek már, ti nem csináltok semmit, nektek nincs semmi dolgotok. Hát miért is megcsináltad volna a töltéléket, attól kezdve szétválnak útjaink. Ja, persze, tehát akkor én húzzak most bele, mert... Így van, húzzál bele, mert... De legalább addig segítsetek, vagy biztosatok. Hajrá! Hop, valami kis biztatás. Belekerül a fokhagyma. Némi vöröshagyma. A tormalevet is leblansírozzuk, ugyanúgy hidegvizes fürdőbe visszamáltjuk, hogy a színét megtartsa. Ez főleg a mi változatunknál lesz érdekes, egy picike vizet kérhetek el. Persze, de csak egy kicsiket. Benne van a hagyma, a fokhagyma. Belekerül a só, a bors. Azt adjuk, teszek neked. Így van. Bőven só, bőven bors. Fokhagyma, mi kell még bele? Paradicsomot nem vágunk bele, és ebből készítünk egy kellemes kis... Most nincs egy gyuszi, most lehet sózni. Így van. Ezt a kis húsos keveréket elkészítjük. Most mindjárt ketté is vágjuk, mármint gondolatban. Igen, káposztát nem lehet fakanállal keverni, ezt csak akartam jelezni. Esetleg még egy kis friss petrezselymet az íze miatt, és utána csak nyugodtan. Sanyi már megint valamire készül. Biztos koszos a kezem, és azért húztam. Azért húztál fekete kesztyűt? Így van. Végül is. De adok neked. Jaj, ezt a kést nem akarom odaadni. Bocsánat, hogy elég nyúltam, de... Nagyon jó. Húzzuk bele. Kész. Na, útjaink elválnak. Állítólag. Így van. És hogy lesz ebből finger food? Először tisztázzuk, mi az, hogy finger hát, food, tehát hogy... Food, mint étel, finger pedig, mint falatnyi egyszerre. Falatnyi, újnyi, meg hasonló. Kóstolja. Köszöntük szépen. Hát ez a verseny, amire készülünk, ugye most itt a versenykiírásban hatféle finger foodot, tehát az, hogy újnyi, egy falatnyi ételt kell készíteni. Ami lehet.
Kettő hidegen elképzelt, hidegen kivitelezett, kettő pedig melegen elképzelt, és hidegen tálalt. Chipsnek mit csinálja? Az egy pillanat, majd ezt megmutatom, ezt egyébként otthon is egyszerű megcsinálni, hogy nem feltétlenül muszáj a kolbásszal nagyon sok időt tölteni, hogy esetleg sütőpapíron, sütőbe hosszan szállítani, hanem... Szodalmas ne legyen. Én addig szépen szétszedném a... Nekem az étlapon kint az étteremben van egy gombalevesen magyarosan kolbászcsipszel, és egy ilyen véletlen folytán gyorsba kellett, mert nem volt kész csipszem, akkor jöttünk erre rá, hogy jé, hát ezt a pikróba is meg lehet csinálni, hajszál vékonyra van, és egy 20-25 másodperc alatt ropogósra sűr, és akkor azonnal... Amúgy is a mikrohullámos ütő most a fiatalok kedvence, mint a mobiltelefon. Annyi, hogy ezt nem viszik magukkal mindenhova, de... No! Na, mutass egy káposztát. Az enyém így néz ki. Torma, tessék, fúj, csúnya, nájlomban. Na jó van, én is mutatok neked egyet. Milyen legyen, makroszkópikus vagy mikroszkópikus? Rendes, hát jól akarok lakni belőle. Tehát normál figyelj, ha én fogom csinálni, te ebből nem fogsz jól lakni. Azzal a nagy hülye kezed, de úgyse tudsz kicsit tölteni. Igen, nagy hülye kezem van. Akkor is kicsit fog tölteni. Te ezt akkor szépen rakod lábosba, én fogom ezt a kis csomagot. És lehet kicsit tölteni. Új, és én hagyd tegyek alá egy pici levelet még. Annyit csinálok én is még egyet. Na, biztos, hát egyet biztosan csinálja. Még egyet. Figyelj, Tibi addig halálra unja magát, még mi dolgozunk. Nem, már rögtön én elmentem. Még akkor... mindjárt mikroszkópikus lesz megint. Figyelj, olyan hülyeséget fog csinálni. Komolyan, jövő héten a patikusok beválasztják az országos tanácsba. A káposzta mellé ugye elengedhetetlen a tejfő. Te is fogsz mellé tenni egy jó nagy kanállal, majd ott abban a kis... Még hogy melléje? Vagy rá. Meg rája? Rája. Igen. Tudod én, ellenkezőleg. Kis tejfőt mi is tennénk hozzá. Ezt majd a tetejére fogom csak tenni. Másképpen. Másképpen. Az előbb emlegetted, hogy... Igen. Spagetti szóval, is. Azért engem megvertek volna. Ez biztos. Tehát olyan szinten nem hiszem, hogy engedték volna átalakítani az étkezési szokásait az ősök. Annyi, hogy még valami kis szűkebb anyag kellene, amivel meg lehet szépen formázni. Na, nekem is van már kettő. Jó, tudom, a tiéd teljesen meg. Ne, én... Ne adjál már neki én, annyit. Én nézd, lusta vagyok csak... itt tölteni. Inkább feltekered. Uh-huh. Vagy 2-3 hete körül volt kint az étteremben a felszolgáló Schmitte bizottságnak a kihelyezett ülése. Beírtam a menübe a szabolcsi töltött káposztát. Na, mondom, hogy adok én nektek káposztát. Mindenki várta egy kis apró paradicsomos hasonló dolgokat. Szeletelve! De, álljál, nem az volt a probléma. Nem volt kézileg. Aki megtöltse a káposztát, azt a x ezer darabot. Hát én meg nekem se időm, se energiám le. Mit csináltam? Ugyanilyen hengereket, nagyba. És utána szépen fölkarikáztam. És csak néztek rám. Mit akarsz, ember? Egyébként, nem kérdezték? Amúgy finom volt, ez, ugyanaz? Ugyanaz az íz, nagyon szépen, ugyanúgy kis kolbászcsipszel, kis mátással, meg hasonlókkal. Na, szóval te teszed be a lábasba, én teszem ebbe a lábasba. Jó, hát figyelj, mindenki főz valahol. És utána jön az, hogy ki mit főzött, tegye meg. Igen. Na, és akkor beszéltem a kolbászcsipszről, mert ugye az saját, a töltött káposztához csak egy kis kolbász. Én majd inkább hagyjál egy pár szeret a tetejére, mert szerintem nekem úgy sokkal jobban fog smakkolni. Tübike, ne legyél feszült. Én nagyon jól állok, hallod? Nyugodtan, csak szórakozzatok, majd én dolgozom, igaz? Papírvékonyra vágom, és akkor egyszerűen csak beteszem a mikróba, és meg fog sülni, és ropogós lesz. És már át is adtam a telepet Tibinek, hogy egy kis tejfölt csináljon már a... Tejfölt? Azt nem ő csinálja? Abból csinál valamit? De ez tejföl lesz. Ez tejföl lesz. És akkor? Melyik start? Most én jövök. Tejföl spagettit fogok készíteni a káposztához. Nem tejföl spagettit, tejföl spagettit. Tedd hozzá, tejföl.
igazából itt az alap már elkészült. Ez tej, tejföl, agar-agar van benne, valamint egy pici. Kinek a foga? Agar-agar. Agar-agar. Az valami új állatfajt, ezt majd mindjárt lemegyünk, megnézzük itt a állatpart területén. Agar-agar. Az mégis micsoda az agar-agar? Beszéljünk már arról az anyagról. Az agar-agar egy zselésítő anyag, tengeri vörös moszatokból nyerik, gélképzőként, állományjavítóként használják. Röviden, tömören ennyi. Miért nem tudták ezt nagyapáink? Nem is érdekelte őket, mi? Ezt egy kicsit visszamelegítem. Mert akkor nem kellett a kolbászba, meg hasonló állományjavító. Igen, akkor csak még hús volt benne. Hús volt, igen. Fűszeres. Csak simán húsból, fokhagymában meg lehetett csinálni egy átlagos kolbászt. Amúgy ez nevetséges. Tényleg. Sőt, disznó is volt hozzá. Ja. Én rosszul mondtam. Malac is volt hozzá, mert a kettő között különbség van. Na, és kész a chips is. Még honnan jön ki? Átteszem egy. Na csak meg tetjük is már. Nem tudom, de nekem már megvan ez a 5, 6, 7, 8, 9, 10 darab, tenném fel főni, mert... Hát... Nem tudom, de valahogy nem kellene esetleg ezt nekem főzni, mert zsanán elfogyott a gáz, csak egy tűzhelyünk van. Tévén még csak most melegíti a tejfölt, amiből... Na abból a meleg vízből hogy lesz tésztadága? Ugye, megmutatom. Tészta. Rodolfo semmi hozzád képest, hallott, ebből tényleg az lesz. És tényleg, nézd meg, már jeget, vizet, ha többet használ, hallod, mint egy bárpultos. Hát ez igazából elengedhetetlen hozzá. És akkor nekem maradt egy kis víz, nem mi? Főzem meg víz nélkül. Ott van a kapcsolat. Maradt, maradt. Nos, az alap megvan. Ezzel utána az a teendő, hogy felszívom egy fecskendőbe, amit bele fogok tölteni majd egy ilyen szilikon csőbe. Na most már beszélgethetek, mert én készen vagyok. Hármint nem én, hanem a káposzta. Szilikon csőbe. Te mit csinálsz? Az elkészítésénél fontos, hogy ha az eleje levegős a masszának, akkor inkább nyomjuk túl rajta. Mert ahol levegős, ott könnyebben tör. És utána ráteszem a jégre, és az pillanatok alatt meg fog beállni. Én már le is rámoltam. Kolbászt nem tettem le. Oj, nagy hiba. Na, kész, hűlő egyes. Másik tüzet kérlek. Ő már nincs itt. Jaj, tényleg tanár úr nincs itt. Tanár úr már nincs itt. Egyes kapjunk. Hát jössz ide, hogy be tudjam gyújtani közben a paradicsomot, és megsüssük. Én eltűntem. Van gyufád? Nincs. Hát nincs. Honnan lenne? Szegény ember. Melyik volt ez? Az nem ég? Az is ég, ez is ég, az is ég. Mindig. Persze, hogy ég. Várj, egy kicsit hagyó vagyok meg a kesztyű rajta. Akkor az igazi. Ott itt egy kis olívaolajom. Az balzsamecet. Akkor... Az nem lesz jó, de van itt olajot. Ja, ebben van az olívaolaj. Jó van, hát kerestem. Csak nagyon barna volt, és rájöttem, hogy... Jó? Úgy jó. Pici só. Nem, bocsánat. Bors. Bors. És akkor hogy volt kifújni abból a csőből? Hát ezt ugyanúgy, ahogy belefújtam a fecskendővel. Csak egy üres fecskendővel? Így van. És akkor a belőle lesz egy olyan érdekes kis spagetti. Egy spagetti. Ugye az egészségügy tudná, hogy mire lehet felhasználni, amivel ők is dolgoznak. Már te már szinte kémikus vagy. És tessék, elindult a spagetti. Ebből kérnék két mázsát. De aztán jó minőségű legyen. És kész is a spagetti. Tessék. Na és akkor mondjuk, hogy miért kellett nekünk ez a tejfő spagetti? Nem mondjuk el, vagy megmutatjuk. De egyébként nagyon egyszerű.
tördőkáposztára, tejföl kell tenni, nem? Dehogy nem. Na, akkor ezt leteszik a tördőkáposztára. Így? Légy szíves, nézd már meg, tehetőt a káposztám. Kezd. Lassacskán, akkor jó, most már nyugodtan. Még van egy negyed órám, és az enyém elkészül. Hátradőlhetsz. Én már hátradőlök. Elkészült az én káposztám már, mint szerény véleményem szerint. Úgy gondolod? Szerint? Hát ez úgy néz ki, mint egy káposzta. Paradicsomosan! Paradicsomos és káposzta is. Akkor megnézzük a miénket. Szépen be is dunsztolom az én káposztámat, így hagyd dagadjon be szépen. Na és akkor te káposztád, mire lesz káposzta? Eddig még semmit nem látunk, hallod, csak egy nylon zacskót, amit szeletelsz. Igen? Jaj, rossz nézni. Én addig kitálalnám. Csak azért, hogy legyen valami mozgás is a kép a képben. Jó tálalt ki. Te szeret a tejfölt? Nézd csak milyen szép. Azt mondta, nem lehet ezzel a nagy marha új a kiskáposztát őt. Látod, még megfővés olyan kicsi. Látod? Az hatalmas. Igen. És bőséges. 2, 4, 5 darab. Tessék, kis paradicsomos mártás alatt a végig. Megtöröltem a tányért. Nem túlságosan esztétikusan, de megvan. Teszünk bele 1-2 pötty tejfőt, tessék. Ráérek, mert az enyém már készen van, te. Paradicsom. És akkor hozzá egy másik gyönyörű szép kék. Tessék, ebből az. Na! Persze. Spagetti meg kesztyűbe. Töröm már meg neki a szélét. Jaj, várjál! Akkor rátenni ő is olyan ízik. Nekem is adjál olyan. Nekem is adjál. Van nekem is egy olyan, mit teszel rá? Igen? Az van nekem is. Igen? Jó, meg még? Hát a kolbász az jobb az enyém, nem olyan száraz. Hoppa! Várjál, nem jó, nem jó, nem jó csináltad meg. Parasztosan, mert így hagyományosan tálalok, tudod? Ismerem, nem? Igen, csak nem akarom kimondani. De akkor hozzá valami szint hozzá, nem akarsz alátétet? Vagy oly, de jó nézünk ki, igen. Mert az ennyiből repetálni fognak, a tiédből nem sokat. Tessék rajta! Nem mozog, ne szuszog! Elkészült a töltött káposzta variáció. Fingerfoodnak. Hosszú tejföllel meg... Spagetti ez a hosszú tejföl? Igen, hosszú tejföllel, az enyém meg csak így háziasan. Hosszú tejföl az itt van nálad. Ez ja, igen, az, mert az még, de ez még, ez még nem volt csőbe. Ez még nem volt csőbe, tudod? Szóval elkészült a káposzta, jó étvágyat kívánunk hozzá. Fogyasszák egészséggel. Jó étvágyat.